Hiába üzenek címmel jelent meg tegnap Heinz Gábor Biga legújabb videóklipje. Az énekes úgy fogalmazott, hogy ez a dal egy kis vészcsengő a fülekben. Hogy pontosan mire gondol, az most a klip után kiderül. Dalból vagyok, a szemeimben más fény ragyog, még annyi mindent éreznék, csak szerelemben léteznék. Válasz utat, ahová a lelked mutat, még akkor is, ha halkan szól, a szíveddel hallod jó, csak a szíveddel hallod. Volt már ilyen, hogy kérdi a szél, merre vigyen, oda folyjon, hol a dallam szól, mit a szíveddel hallasz jól, csak a szíveddel hallasz. Vendégünk Heinz Gábor Biga, szia! Sziasztok! Hiába üzenek címmel ugye itt a legújabb dal, és azt már megszoktuk tőled, hogy nagyon vidám hangszerelésekkel szoktál jelentkezni, viszont így a címet meghalva egy kicsit keserédes hangulatot várunk. Mi történt most? Miért pont ilyen köntösbe bújtattál egy ilyen dalt? Mit szeretnél ezzel üzenni? Talán az életben is a változatosságot szeretem a legjobb, hogy mindig változik a dolog. Ennek a dalnak is van egy kis ambivalenciája. Valóban egy nagyon pozitív energiák, süt a nap, fiatalok, és tényleg a dallamvezetést tekintve is egy nagyon slágeres, meg nagyon magával ragadó. A mondani való meg valóban egy kicsit mélyebb. Az utóbbi időben lehet, hogy egy olyan életszakaszban kerültem, amikor egy kicsit elkezdtem jobban odafigyelni a dolgokra, hogy hogy élem az életem, vagy mik azok a dolgok, amik nekem adnak, és ezekből a dolgokból is szeretnék többet kapni, vagy szeretném jobban megélni ezeket a pillanatokat. És én azt gondolom, vagy azt érzem, hogy az elmúlt időszakban egy nagyon felgyorsult velünk a világ, lehet, hogy a technológiai fejlődést adta ezt nekünk, de egy kicsit elhúz mellettünk az élet, és egyre több ismerősömtől, barátomtól hallom azt, hogy mindenünk megvan, de mégis van egy hiányérzetük, és egészen biztos vagyok benne, hogy agyaltam, hogy mi lehet ennek az oka. Talán pont az, hogy az ilyen nagyon apró dolgokat, amik a boldogságot, vagy az az érzetet jelentik, ezek az apró pici dolgok. Nem éljük meg a nagy szerelmet, mert nincs rá idő, nem ízleljük azt a bort, hanem gyorsan megisszük, hogy hát ha lesz már gyorsan hatása. Egy sláger vagy egy dal nagyon nehezen tud slágeré válni, mert az emberek már nem tudják többször meghallgatni, vagy átértékelni, hogy miről is szólhat az a dal, mert már jön a következő. Egy picit így felgyorsult velünk a dolog, és talán ezekből az apró dolgokból összetevődhetne egy nagy stagnált boldogságérzet, de talán ez okozhatja ezt a hiányérzetet. Úgyhogy ez volt szerintem az inspiráció, amikor elkezdtem ezen gondolkodni, vagy ezen agyalni, és valahogy kiesett így ez a dal. És talán a kettőssége ott van, hogy én azt vallom, hogy az ösztöneinkre hallgatva egészen biztos, hogy tudnánk, merre van a jó irány. És azt gondolom, hogy kevésbé hallgatunk mostanában az ösztöneinkre, úgyhogy ez a dal erre szeretné felhívni a figyelmet. Ez lehet benne az, amit éreztél, hogy egy kicsit talán mélyebb. No, de rád mi jellemző? Mert aki téged ismer, az tudja, hogy te azért mész, pöröksz, nagyon sokat dolgozol, sokat koncertezel, te meg tudsz állni egy pillanatra, számot vetni, pihenni, megélni a pillanatot, vagy tudatosan elkezdtél erre most odafigyelni? Megvan már a receptje ennek? Hát pont ez a változás folyamat zajlik most bennem. Még a folyamatban vagy? Igen, nekem mindig is olyan életvitelt alakítottam ki, hogy nekem a 24 óra soha nem volt elég, hogy elintézem a dolgaimat, mindig maradt másnap, sőt még több lett, és a végén egy ilyen nagyon presszió, egy ilyen stressz, és nagyjából értettem, hogy miért népbetegség mondjuk a depresszió, az ember belehajtja magát a határidős dolgokba.
ezek azok a dolgok, amikből így most már ma már tudok nemet mondani. Régebben kihívásnak tekintettem, nálam a zene az hivatás, és ezért izgalmasnak tűntek olyan dolgok, amiket már csak az izgalom miatt is meg akartam csinálni. Csak aztán a végén észrevettem, hogy egy kicsit túlvállaltam magam, úgyhogy ezekből a dolgokból most már tudok szelektálni. Szerintem sokan azt érzik egyébként, amiről most meséltél, sokan vagyunk olyan élethelyzetben, vagy sokunknak olyanok a hétköznapi, hogy rohanunk és nem élünk meg dolgokat. És úgy érzem, hogy nálad ez most szívügy, annyira lelkesen mesélsz nekünk erről a témáról és erről a dalról. Akik most így hallgatnak minket, és ugyanebben vannak, nekik mit üzennél, hogyan sikerült neked egy kicsit lassítanod? Mondjuk esetleg a pandémia is benne volt ebben, tudtad ezt az előnyödre fordítani? Én azt gondolom, hogy a pandémia időszak, illetve az elmúlt hónapok és az az egy-két év, ami most így ránk szakadt, nagyon-nagyon sok tapasztalattal gazdagított minket, úgyhogy ha más nem, akkor ez egészen biztos, hogy kell, hogy motiválja az embereket arra, hogy lehet, hogy érdemes átgondolni azt, hogy merre tartunk, és nem tudom, hogy az embereknek egyáltalán, hogyha belegondolnak, tiszta a cél, ami miatt rohannak ennyire előre. És hogyha belegondolnak, akkor nem biztos. Bennem is volt egy ilyen érzés, hogy elkezdtem gondolni, de oké, de mi a cél? És rájöttem, hogy annyira nem is volt tiszta, hogy mit akarok, csak egyszerűen rohantam azzal a vonattal, ami szágult velünk, és nem tudtam megindokolni, hogy miért. És szerintem egészen biztos, hogy ők is vannak így, vagy mások is vannak. Úgyhogy ha meghallgatják a dalt, akkor lehet, hogy ad nekik valamit, legalábbis én nagyon remélem, hogy ez ad nekik valamit. A videoklipben viszont egy kis busszal rohantok. Egyébként imádom a klipet, gyönyörű lányok táncolnak körülötted, igazi Woodstock életérzés, a végén már tábortűz, te azért ez egyszer gitároddal, ahogy tőled megszokadtuk, azért énekelsz és táncolsz. Mi volt az alapkoncepció? Ez volt az alapterv is, hogy ez legyen a képi világ ehhez a dalszöveghez? Igen, én ezt nagyon kitaláltam, és nagyon megéltem már fejbe, hogy én kész forgatókönyvvel álltam elő, Czoller Bencékkel készítettük a klipet, ez már a negyedik volt egyébként, úgyhogy nagyon összeszoktunk, mindig vissza tudja adni azokat az érzéseket, amiket én érzek és gondolok, és szeretnék átadni. Úgyhogy én nagyjából kitaláltam azt, hogy van a zenészünk, azaz én, akinek van egy missziója, egy üzenetet akar átadni az embereknek, és ez egy nagyon-nagyon fontos üzenet, és egy nagyon fontos misszió, és ahogy ő járja a világot, egyre többen csatlakoznak hozzá, és egyre többen átérzik, és egyre többen adják tovább szájról szájra. Úgyhogy ezt akartuk visszaadni, és nagyon stimmelt ez a 70-es évek Woodstock hangulat, mert abban az időben ugye ez volt minden, a béke, szeretet, egyszeresük egymást, és a többi, és a többi. Úgyhogy nagyon ez az ideológia éltette akkor így az embereket, vagy a fiatalokat, hogy ezt próbáltuk belecsempészni ebbe az egészben. Ahogy most említetted, ugye ez már a negyedik dal, ami mostanában megjelent, szeptemberben jön majd ki az új albumod. Mi mindent lehet arról tudni zeneileg? Új dalok lesznek, új gondolatok, ráadásul olyan fontos dalok születtek ebben az időszakban, mert tehát azt mindannyian tudjuk, hogy az elmúlt két év az nem a koncertezésről szólt, és mi előadó művészek ugye megszoktuk, hogy azért ennek az alkotási folyamatnak azért vannak fázisai, az ember megír a dalt, és a végén, amikor elkészült, azt átadja. Most az átadás, ez valahogy elmaradt az elmúlt időszakban, úgyhogy nem tudtuk ezt az energiát áramoltatni, valahogy itt volt egy kis megakadás. Úgyhogy igazából ez az időszak arra volt jó, hogy az alkotási fázist tudtuk megélni, és egy csomó minden összejött, egy csomó gondolat, egy csomó üzenet, ami most úgy gondoltam, hogy megint megérett arra, hogy egy csokorba foglaljuk. Az előző lemezem ráadásul 2017-ben jelent meg, akkor azt gondoltam, hogy csak magamnak adok ki egy nagy lemez, hiszen én az egyetlen olyan öreg ember vagyok, aki ma még lemez csinál, mert ma már nem divat lemez csinál, ezért érzem magam egy kicsit így konzervatívnak ebből a szempontból. Azért még sokan csinálnak. Tényleg? Készülnek még nagy lemezek? Nekem mindenki azt mondja, hogy ne hülyeskedj, mert senki nem csinál ma már nagy lemez. Sokan is azt gondoltam, hogy saját magamnak csinálom, aztán végül csak nyert egy fonogram díjat, és akkor elgondolkodtam azon, hogy ezek szerint mások is figyelnek ezekre a dolgokra. Úgyhogy most eljött az idő, hogy megint azt érzem, hogy olyan gondolatok gyűltek össze, hogy érdemes összefoglalni. Hát várunk majd vissza az újabb dalokkal, és nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk, és elhoztad a klippet.